Üdvözöllek! A programjaink fejlesztése során előfordulhat, hogy valaki más által készített kódot szeretnénk felhasználni, vagy éppen a saját kódjainkat szeretnénk felhasználni több programban is. Ennek van több lehetséges módja. Az egyik lehetséges módja a DLL fájlok használata. DLL fájlokat általában akkor használunk vagy készítünk, amikor egy komplettebb megoldást tartalmaz a felhasználásra kerülő kód, illetve kódok halmaza. DLL fájlokat használni, illetve készíteni sem túlságosan nehéz, és ebben a videóban megnéznénk, hogyan kell ezeket készíteni, illetve felhasználni. Vándoroljunk el a File New menüpontba, és egy új projektet hozzunk létre. Itt válasszuk ki a Class Library-t. Hát van itt kettő egyébként még azon kívül, ami Class Library, de a hagyományosnak mondható az ez lenne. Hogy mi a különbség, azokat itt egyébként írja nekünk a Visual Studio. Legyen ennek az a neve, hogy első. Nekem most a .NET Framework az 4.6. Oké. Okay. És akkor látható, hogy egy class jön létre tulajdonképpen, ami természetesen egy névtérben foglal helyet. Hát ezt akár át is nevezhetjük, hogyha nem szimpatikus az a név, amit automatikusan kapott, de úgy gondolom ez nekem most tökéletes lesz. Nyilván ez célszerű valami egyedi névvel elnevezni. A classnak a neve, hát nem tudom mi legyen, első DLL például. És tulajdonképpen itt mindent úgy kell csinálni, mintha csak egy hagyományos classról lenne szó. Annyi a különbség, hogy ennek a végeredménye egy DLL fájlban lesz. Most ez egyetlen metódust fog tartalmazni, ami statikus lesz, így könnyedén el fogjuk érni a felhasználásra kerülő programból. Tehát public static. Lesz ennek egy visszaadott string értéke, ami csak egy szimpla szöveg lesz jelen esetben. És akkor, hát mivel végül is egy szöveget ad vissza, legyen az, hogy ki ír a neve. És akkor return, ebben semmi más nem lesz, csak egy szimpla szöveg, első DLL például. Ennyi igazából. Ha most a startra kattintanánk, akkor ugyan a DLL fájl az elkészülne, de egy hibát kapnánk, hiszen maga egy DLL fájl az önmagában nem futtatható, hanem egy másik programban használható fel. Ezért talán szebb megoldás, hogyha kattintunk ide a projectre. A Visual Studio a projecteket solutionökbe rendezi. Egy solutionben lehet több project is. Ez a project jelenleg csak egy class-t fog tartalmazni. Tehát jobbegerrel kattintunk és build. Ezáltal ezzel is készült. Ha most kattintunk erre, jobbegerrel, open folder, akkor látható, hogy megnyílt az a mappa, ahol ez található. Bin, debug, és itt van első DLL. Elkészült a DLL fájlunk. Ezt tulajdonképpen már is felhasználhatjuk a programjainkban. Na, de akkor ezt hogyan kell felhasználni, illetve azt is meg kéne azért nézni, hogy hogyan lehet ezt egyszerűbben tesztelni, hiszen most látható, hogy igazából nem tudjuk tesztelni. Ahhoz, hogy ezt könnyen tudjuk tesztelni, ehhez a solutionhoz hozzáadunk még egy projectet. File, add, és akkor new project. És nem class lesz természetesen, hanem vagy egy konzol, vagy pedig Windows Phones application például. Na most legyen akkor egy Windows Phones, és akkor legyen ennek az a neve mondjuk, hogy DLL test. Oké. Okay. Akkor ez létre is jött, és akkor be kellene állítani, hogy amikor a starttal vagy az F5-tel elindítjuk a programunkat, akkor itt a DLL test induljon el. Ezért erre jobbegérrel kattintunk, set as startup project. Ha most nyomunk egy F5-öt vagy start, akkor a programunk az elindul, csak ugye ebben még a DLL fájl nincsen benne, még nem használja a DLL fájlunkat. Ezért ezt bezárjuk, és innentől kezdve meg fog egyezni azzal, amikor egy teljesen másik programban, egy teljesen másik solutionben használjuk fel, illetve az abban lévő projectben használjuk fel a DLL fájlunkat, tehát egy tetszőleges programban használjuk fel röviden. Ugyanezekre a lépésekre lesz szükség tulajdonképpen. Vagyis azokra a lépésekre, hogy hozzá kell adni a kérdéses projekthez a DLL fájlt, hogy használni tudjuk. Látható, ezt itt le kell nyitni, hogy éppen nem lenne lenyitva, és a References-re kattintva jobbegérrel, Add Reference, és akkor itt lehetnek korábbiak, de most nekünk erre nincs szükségünk, hanem Browse-ra kattintunk, és meg kellene keresni a DLL fájlt. Ki kell választani, és akkor hozzáadás. Látható, itt meg is jelentés, ki is van pipálva. Kattintsunk az OK-ra. Egyébként nyilván ezt a DLL fájlt, ezt
általában a programunk mellé szoktuk elhelyezni, vagy hát éppen egy mappában, de lényeg az, hogy a programmal azonos mappában szokott ez lenni. Nekem most nyilván nem ott van, hanem az elsőhöz tartozó mappában van. Mégpedig azért, hogyha ezen valami módosítást eszközlök, akkor csak egy build és rögtön használható az új verzió ebben a DLL tesztben. Most nyilván persze ez még használatba kéne venni a DLL test projectben ezt a DLL fájlt, ezért itt a forma egy ilyen view code, vagy pedig F7, és akkor using első. Itt amúgy írja is látható, namespace első. Ez nyilván megegyezik az itt megadott névtér nevével. És mivel statikus metódusról van szó, ezért most itt a forma egy konstruktorában, egy simple message box-ban szépen kiíratjuk ennek az eredményét, vagyis hivatkozunk az osztály nevére, ami az első DLL, első DLL, pont, és a metódus nevére, ez pedig a kiír. Lezárjuk a sort, F5. És látható, hogy már is, amikor a programunk elindul, megjeleníti egy üzenetablakban a DLL fájlban lévő metódus által visszaadott szöveget. Ha most ezen módosítunk, build, nyomunk egy F5-öt, akkor látható, hogy már is eltűnt innen az ő betű, mert most már a DLL fájlunknak egy újabb verzióját használjuk a programunkban. Hát ez így igazából tulajdonképpen ennyi lenne, milyen egyszerűen lehet készíteni DLL fájlokat. Majd azokat szintén nem túl bonyolultan fel tudjuk használni egy projektben, egy programban. Természetesen több DLL fájlt is hozzá lehet adni egy programhoz, ugyanúgy megy, vagy jobb egérrel kattintunk a projektre, és itt van ugye add reference, és akkor itt a browser-ral továbbiakat be lehetne tallózni, vagy pedig lenyitjuk, és akkor itt a references-en add reference. Ennyi igazából.